Fokozottan ellenőrzik a lomtalanításra érkező vasgyűjtőket a rendőrök. Schmidt Mártonra emlékeztünk, fiatalokat segítettek Marci bácsi szellemiségében. Baráti hangulatban környékünk nyugdíjasai találkoztak János Somorján. Városunk legfontosabb hírei következnek, köszöntöm Önöket! 3 hétvégén át tart a városi lomtalanítási akció. Ekkor az utcákat ellepik a gyakran távolabbról is ideutazó fémgyűjtők. A rendőrök szigorúan ellenőrzik a lomisokat, ugyanis nem csak a szemetelés, de a besúranásos lopások veszélye is fokozódik ilyenkor. Megmondtam, hogy nincsen bontás. Ami kell, fölrakják, elviszik az asztot szépen. Igazán, főnök, már így. Kivágták a rezet. 4 dekát, ami most 50 ezer forintot ér helyszíni bírságban. A rendőrök korábbi figyelmeztetését be nem tartva szétvertek egy tévét a hulladékgyűjtők, és nem egészben tették fel a kocsira. Nem mindig sikerül meggátolni a szemetelést, mondják a helyi őrsön. Minden törvényes eszközzel megpróbáljuk ezt az egészet szankcionálni, de akkor meg azt csinál, hogy felteszi, de viszont el nem viszi magával, hanem valahol útközben kidobja erdősávba, vagy valahova máshova. Gyakran veszélyes hulladékot is kitesznek így a város utcáira, ez azonban csak a kisebb gond. A lopások is megszaporodnak ilyenkor. És akkor felmérik a telepet, meg általában nem egyedül mennek be, hanem 3-4-en vannak, vagy 2-3-an. És az egyik az vagy figyel, vagy eltereli a figyelmet, és addig elviszi, ami kell neki. A lakosok többsége ezért minden vasgyűjtővel bizalmatlan. Most is be van zárva, mert félek. Örülnék neki, ha szépen simán elvinnék, de itt, ami már elkezdődött péntek óta, az a zörgés, jövés, menés, bekiabálás. Tennap is tiszta feketébe voltak, nem tudom, valami 5 férfi, azt hiszem ezek a skinheadek, vagy mik voltak, mert ezek nem ilyen cigányok voltak. És hogy ők pénzért megveszik, nézze, én egyedül élek. És én nagyon félek, mert már többször be csaptak már úgy, hogy véletlenül nyitva volt a kapu, és bejöttek. A lomisok többsége távolabbról érkezik, egymástól tudnak az időpontokról. Hát tudod, valami ismerős vagy valamelyik rokon tudod, mindig megmondja egyik a másiknak, tudod. Ja, aztán úgy tudjuk, megérted. Ja, aztán. Milyen messze szoktak elmenni? Hát a... muszáj elmenni, hogy meg tudjuk élni, hát mondjuk még, mit tudom, ilyen 50-60 kilométerekre is, tudod. Uh-huh. Itt a körzetben, szóval itt Csornai körzet, Győrig, jó, Győr felé most már nincsenek, mert ilyen behordás Sopron felé szokunk menni, meg erre felé. Hát egy, mit ma, 50-60 kilométer, 50, inkább 50 kilométer körzetben, mert utána már a határtjén. Napi 5-6 ezer forintot tudnak összeszedni a fém hulladékokból. Nem sok mindenre jó. Hát megélhetése csak, egy-két, most mire? Mit mondjak? Mire szoktál jobban figyelni? Tehát mi az, amit ilyenkor kidobnak, és még mondjuk úgy értékesebb dolog megéri összeszedni? Hát csak a vasat. Most én nem szedek össze. Mint mondták, a legtöbb településen nem szólnak, ha az út szélén bontják szét az elektronikai cikkeket. A szombati Szent Jánosi lomtalanítás előtt 7 helyszíni bírságot osztottak ki a rendőrök, ami már 5-től 50 ezer forintig terjedhet. Jövő héten puszta Somorján folytatódik a gyűjtés. Itt különösen az idősek figyelmét hívják fel az óvatosságra. A kapukat zárva tartják, kutyákat elengedik, hogyha úgy van a kerítésen belül természetesen, illetve azokat az értékeket vagy javakat, amik látszanának, illetve csábító lehet ilyen vasgyűjtéssel, illetve hulladékgyűjtéssel foglalkozó embereknek, azokat elteszik ilyenkor szem elől, hogy még csak eszébe se jusson bemenni vagy oda nézni, illetve a szomszédok is figyeljenek egymásra, hogy milyen kocsi, milyen típusú, milyen rendszámú autók álltak meg, és esetleg mentek be a házba, vagy próbáltak bemenni. Előfordul, hogy később jönnek vissza valami kilesett értékért az elkövetők. A rendőrség azt is kéri, hogy amikor egésznapos rendezvényen hosszan távol van a család, gondosabban zárják házaikat a lakók, és jobban figyeljenek egymásra a szomszédok. Ilyen a közelgő majális is. A régiekben kedves emlékeket idéz, a fiatalok számára pedig követendő példát mutat Marci bácsi, ezért nem csak kedves fúvos dallamaival, hanem portréfilmmel is emlékeztek rá az idei Schmidt Márton emlékkoncerten. A család fiatal fúvos zenészek számára alapított ösztöndíját idén Kuruc Botond kapta. A gyerekek ne csúlízzanak a temetőbe, meg hasonlóan. Mondom majd, ha ezeknek a nagymamájuk is ott fekszik a temetőbe, akkor ezek is más lelkülettel fognak bemenni a temetőbe. A számára olyan fontos lokálpatrióta érzület kialakulásáról beszélt egy interjújában Schmidt Márton. János Somorja első díszpolgára, a fúvós zenekar legendás karnagya 2009-ben hunyt el.
a Fúvos Egyesület Marci bácsi kedves német dalaival és modern slágerekkel is készült a koncertre. Mivel a fiatal zenészek többsége már nem ismerhette, ezért fontos példájának felelevenítése, mondta el Varga Alfréd Marci bácsi veje. Ő adta át a család által 3 éve alapított Schmidt Márton emlékdíjat, ami a fiatal zenész generációk támogatását szolgálja. Idén a zenekar vezetőségének javaslatára Kuruc Botont kapta az oklevéllel és pénzjutalommal járó elismerést. 5 évekkel elkezdtem ezt a zenélést. Először bariton szólamot fújtam, most már tenorkürt. Végre idén fölléptem, úgyhogy örülök is neki. Szerintem ez is hozzájárt ahhoz, hogy megkaphattam ezt a díjat. Hogy a apósom, a papa mit üzenne, nem tudom. Én azzal a szándékkal hoztam létre ezt az emlékdíjat, hogy a fiatalok kedveljék meg a zenét, játszanak adott körülmények közt most egy fúvószenekarban, és örömmel látom, hogy itt van a tavaly előtti, itt van a tavalyi díjazott. Biztos vagyok benne, hogy sok-sok évig itt lesznek azok a fiúk, akkor már férfiak, akik megkapják ezt a díjat. Schmidt Márton maga is sokat tett a fúvószenekar utánpótlásának képzéséért. Iskolai és úttörő zenekart hozott létre, a zeneiskolában is oktatott, a zenekar tagjai közül is sokan az ő keze alatt ismerkedtek meg a fúvós hangszerekkel. Az együttes utánpótlás nevelése ma is remekül működik. A zeneiskolából most már azért kapunk fiatalokat is, illetve kaptunk ez idáig is, csak voltak, akik megmaradtak, lemorzsolódnak. Azok a srácok, akik szeretik ezt a zenét, azok meg fognak maradni. Tehát itt az élő példa, én vagyok a legidősebb, tehát pedig nem mondhatom, hogy idős lennék, de akkor is itt vannak a fiatalok, és ez nagyon jó, és szívesen jönnek. Tehát ez látszott a mai zenélésből is, hogy örömzenélés van. Marci bácsi 1925. március 22-én született Moson-Szent Jánoson, német származású, de magát magyarnak valló családban. A kitelepítések során mégis meghurcoltatások érték őket. Marci bácsi 1959-től 1985-ig tanított a Szent Jánosi iskolában. 1962-től 69-ig a művelődési ház igazgatója volt. Alapító tagja majd vezetője lett a 65-ben megalakult fúvós zenekarnak. Karvezetői munkájáért számos kitüntetést kapott. A karnagyi pálcát 2002-ig vitte. 2005-ben még utoljára a magyar himnuszt vezényelte a fúvós zenekarnak. Környékünk településeinek nyugdíjas klubjai találkoztak János Somorján. A népes vendégsereg kedves műsorokkal köszöntötte egymást. Térségünk nyugdíjas közössége viruló. Ez nem csak értékesebbé teszi a települések kulturális életét, de az aktív idősek egészségére is jó hatással van. Áldottatlanod, amelyben lesz új ember forró nagy szíve, verés dobog szét a világba. Testvéri érzést reszketve szét... Halóban baráti érzésekről tanúskodtak Várbalog, Mosonszolnok, Újrónafő és János Somorja nyugdíjasainak dalai versei, amivel egymást köszöntötték a találkozón. A János Somorjai klub tagjai például a gyermekévektől az unokáival törődő nyugdíjasok koráig tartó nótacsokorral érkeztek. Vidáman nevetve rohannak karomba. Amiből persze a klub jól ismert vidámsága sem hiányzott. Mert 80 éves korában is szeretőt akar. De a vendégek sem maradtak adósak a kacagtatással. Édes jó Istenem, hogyha már ráére, én üljek azért is, akit elítéltek? Talán önök is tudják, hogy ma van a tevékeny időskorúak napja. És én tudom, hogy önök, akik ma itt vannak, mind tevékeny, másokért és önmagukért önzetlenül tenni akaró idősebbek. A különleges dátumra eső találkozón nem véletlenül hangsúlyozta megnyitójában Lőrinc György alpolgármester, hogy fontos az aktív nyugdíjaskor. A megyei szervezeteket összefogó Pannon Nyugdíjas Egyesület elnöke is ezt emelte ki. A mai társadalmi életben nagyon fontos dolog az, hogy az időskorú emberek azzal, hogy megnőtt az életkori időtartamunk, megtalálják azokat a számításaikat, amelyben ki tudják teljesíteni az időskori életet. Az idősek alig 10%-a él tevékeny közösségi életet, pedig a klubok minden település kulturális életének fontos részei, de az aktív időskor frissen tartja az elmét és a lelket, így hasznos az egészségnek is. A szerdán összegyűlt idősek mindegyike fontosnak tartja a barátságok ápolását. Amióta a klub van, azóta a barátság is megvan. Hát
én 15 évet csinálom, azóta megvan. Olyan jó találkozni a régen, még te ész, még izé, ja, hát tudod, de van egy kis támaszkodom, meg ez, vagy az, vagy izé, de inkább a vidámságról beszéljünk, mondtam nekik, hát a vígságról, így van. Köszönjük. Távolabbról is érkeztek vendégek. Testvértelepülésünk nagyfüdémes delegációja gyöngyvirággal lepte meg az itteni barátokat. Én voltam az, aki összekötötte a két klubot. Én mentem el, hazafödémesre már jártam, onnan lettünk kitelepítve. Aztán a szívem mindig hazavágyott. Aztán mondtam az imának, hogy ne tartsuk velük a kapcsolatot. Azt mondja, próbálkozzunk. Aztán én fiam elvitt haza, elvitt az imát is, és így összejöttünk a fedémesi kultúrral. A nyugdíjas klub hasznosságát jól mutatja, hogy ebből fejlődött ki a már a virágzó testvértelepülési egyezmény. Zenei különlegességgel zárult a Filharmónia bérletes hangverseny sorozatának évada hétfőn. A Győri Ütő Együttes Győrtől Dakarig utaztatta a nézőket a népdalokon keresztül. A Rába közből a Gyimesekig, onnan Görögországba, majd a tengeren túl Egyiptomból Dél-Afrikáig juthatott el a művelődési ház közönsége. Hosszú útnak urát az én szívem búját. Ezt a Rába közi népdalt játssza a győri toronyóra is. Innen indult a képzeletbeli rali, majd a Gyimesekig tartott az első etap, ahol ütőhangszerekre formálták a magyar népdalokat. Majd a Balkánon keresztül indultunk tovább Egyiptomig és Közép-Afrikáig. Itt megismerhettük például az ősi hangszert, az amadindát. A koncert utolsó szakaszában a Mosonmagyaróvári énekmondó Kátai Zoltán vitt minket vissza a Kárpátok közé. Summáját írom Egör várának, megszállásának, viadaljának, szégyen vallását császárhadának. Előadásában a nomád és árpádkori zenét, illetve a reneszánsz dallamok világát is megsejtette a közönséggel. Nekem nagyon tetszett. A kedvencem az volt benne, amikor az a bácsi énekelt. A zenekar nem csak megtapsoltatta, meg is mozgatta a fiatal közönséget. Nyugodtan izegének, mozogjanak, mert minket nem zavar, hát a hangszer adta lehetőség az, hogy elfér egy kis úgymond rendetlenség, és talán nekik is könnyebb lesz. Én úgy látom, hogy azért őket le lehet kötni. Tehát, hogyha valami sokszínű vagy változatos, akkor azért bele lehet a székbe passzírozni, csúnya szóval élve őket. Én nagyon örülök nekik, mert hát minden tőlük függ, úgyhogy nagyon örülök, hogyha ilyen pici gyerekeket lehet informálni. Minden állat megy nyugodalomra. A koncert végén pedig a zenekar és az énekmondó közösen moldvai esti imát adott elő. Midőn meg kell előtted állanom. Ebben az évadban kínai tradicionális zenét, a keleti mesevilágot idéző Rimszkij-Korszakov darabot láthattak még a bérlet és jegyvásárlók. Jövőre hasonló utazáson vehetünk majd részt, akkor nem zenéken, hanem táncokon keresztül, de a Budapest Saxofon Quartett is fellép a bérletes sorozatban. Sok programot kínál a jövő hét. A sportpályán ismét egésznapos majális várja kedden a városlakókat. Fellép többek között Tóth Gabi és az Occsó Máccsó zenekar is. Szintén elsőjén vívja a Sportem Kupa döntőjét a JSL labdarúgó csapata a Puskás Ferenc stadionban 3:30. A csapatot el is kísérhetik a drukkerek. Vasárnap 5 órakor pedig Városi Anyák napi műsor köszönti az édesanyákat a művelődési házban. Hírműsorunkkal legközelebb jövő héten vasárnap találkozhatnak. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!